9. Hajdúsági Nemzetközi Művésztelep kéthetes nyári időszakának záró kiállítására került sor július 16-án a Művelődési Ház Hajdúsági Galériájában, valamint az előtte található aulában. A kiállítás megnyitója előtt Ágost Tominczy Ágnes, a Bartók Béla Zeneiskola pedagógusának zongorajátékát hallgathatta meg a közönség. Hajdúsági Nemzetközi Művésztelep kuratóriumának elnöke köszöntőjében megfogalmazta, az elmúlt két hét alatt született 16 alkotó művész munkái kerültek kiállításra, melyek egy részét a Hajdúsági Nemzetközi Művésztelepnek, másik részét pedig a városnak adományozzák majd. Ezt követően Sörés István alpolgármester köszöntötte a megjelenteket, melyben felidézte, a város egyik legrégebbi, rendszeresen visszatérő rendezvénye a Hajdúsági Nemzetközi Művésztelep, melyet minden évben megrendeznek. Említést tett arról, hogy az 1964 óta működő művésztelep néhány helyi fiatal értelmiségi kezdeményezésére hozták létre. Akit tehetsége kiemel közülünk, a szépet, gyönyörűt, remek műveket alkotva köteles többet is adni az embereknek. Városunk egyik legrégebbi, rendszeresen visszatérő művészeti eseménye az évente megrendezett nemzetközi alkotótáborként működő művésztelep. 1963-ban néhány helyi fiatal értelmiségi kezdeményezte a Hajdúböszörményi Városi Tanács művelődési osztályán a megalapítását. Az elődök a Hortobágyi puszta különlegességét, az itteni emberek életét, sorsát kívánták megörökíteni, művészileg feltárni és felmutatni. Hármas célt tűzte ki maguk elé. Egyrészt alkotási és bemutatkozási lehetőséget kívántak nyújtani a helyi, elszármazott és Kárpát-medencében élő képző művészek számára. Másodszorban kapcsolatot akartak építeni az európai, az Európán túli és a magyar képzőművészek között. Harmadsorban pedig rendszeres kiállítási lehetőséget teremteni a telep alkotói számára, valamint más országok képzőművészetének bemutatása. 1964-ben az első képzőművész részvevők Bíró Lajos, Bényi Árpád, Nagy Ernő, valamint debreceni és nyíregyházi festőművészek voltak. 6 évvel később már feltűntek a Kárpát-medence magyar képzőművészei is a nyári alkotótelepen. Az UNESCO 1970-ben bejegyezte a művésztelepet, aminek hatására a következő évtől keleten és nyugaton élő alkotók is jöhettek a Kulturális Minisztérium engedélyével. A művésztelep első székhelye a Városi Kultúrház volt. A tanács a telep tagjai részére ingyenes szállást és napi háromszor étkezést biztosított, és fedezte a kirándulások költségeit is. A résztvevők jelképes összeggel maguk is hozzájárultak a fenntartáshoz. Az alkotó munka az akkori 5-ös számú általános iskolában folyt 2 héten át. A köszöntőt követően Feledi Balázs művészeti író nyitotta meg a záró kiállítást. El lehet mondani, hogy a magyarországi művésztelepek a II. Világháború utáni évtizedekben igen fontos missziót töltöttek be az egész magyar művelődés terén. Hadd hangsúlyozzam most ezt, hogy ez egy összetett jelentőség, egy komplex fontosság, hogy egyáltalán nem csak a művészeti jelentősége fontos a művésztelepeknek, hanem mindig is volt egy nagyon lényeges közösségszervező, magányból feloldó, kicsit konspiráló szerepe is, nem is beszélve a művészeti felfogások és divatok, hosszú ideig követelmények oldása funkciójáról. Ezt meg szeretném ismételni, mert ez nagyon fontos. Jól tudjuk, hogy amikor döntő szempontban ugye a kommunizmus évtizedeiről van szó, és amikor bizonyos művészeti követelmények
követelményeket is be kellett tartani, bizonyos felfogások voltak. A művésztelepeknek az egyik szerepe éppen az volt, hogy összejöttünk, mindent igyekszünk betartani, de azért egy picit ez a szabadság szelleme. A művésztelepek egy zárt közösségben mindig egyfajta szabadságot is képviseltek, és ha voltak is külső követelmények, azokat a művésztelepi munka mindig egy picit oldotta. Nem azt mondom, hogy szembe ment a politikával, de oldotta. Ez a jelentősége rendkívüli a művésztelepeknek, és tulajdonképpen egy régi dilemma, ami itt is érzékelhető az évtizedeken keresztül, és engem foglalkoztat, hogy tulajdonképpen egyivású művészeket kell meghívni egy művésztelepre, akiknek a művészeti ízlésük, eszményeik egymáshoz közel állnak, vagy éppen egymástól eltérő személyiségeket. Természetesen nagyon jól tudjuk, hogy a 19. század második felében létrejövő telepeket az egymáshoz közeli művészeti felfogás tette erőssé. És mindez a stílustörekvésekkel is összefügg. Gondoljunk csak a mai példák közül a legjellemzőbb, hát mai ez is már történelem, Nagybányai telepre, vagy a Szolnokira, vagy a Kecskemétire, vagy a Gödöllői 20. század eleji művésztelepre, ahol mindenütt egyfajta vezérel volt, hogy az egymással szimpatizáló, azonos, vagy egymáshoz közeli eszményeket valló művészek dolgoztak ezeken a helyeken, de ez tulajdonképpen így volt a két világháború közötti Szentendrei telepen, és így volt a második világháború után létrejövő hódmezővásárhelyi törekvésekkel is, ez utóbbiak természetesen már intézményesültek. A nagyon erős művésztelepeknél, és ez nagyon izgalmas jelenség, a művésztelepből stílus lett. Erről még elég kevesen írtak, de persze rögtön közhely a kimondom, hogy Nagybánya nem csak egy művésztelep. A Nagybánya a közös munka által, a közös munka minőségi eredményei által egy stílussá vált, legalábbis az európai sokféle stíluson belül egy elhatároló különleges jelenségé, de tulajdonképpen ezt mondhatjuk Szentendrére is, ezt mondhatjuk a már említett Gödöllőire is, hiszen a szecesszióhoz közeli stílus törekvések rendkívül erősek voltak. Igazán tehát a jelentős nagy telepek stílussá váltak, és ez bizonyos értelemben jelenség a hajdúböszörényi telep munkája során is. Nagyon izgalmas ez a kérdés, most már említettem itt barátaimnak, hogy örülök, hogy ülnek, mert lehet, hogy egy kicsit hosszabb leszek a mai alkalommal, hogy tulajdonképpen a művésztelepeknél ez az egyivásúság és a másképpen dolgozás hogy jön össze, nagyon izgalmas a szakmai művésztelepeken. A legeklatánsabb példát mondom, hogy hosszú évek óta vannak üveges művésztelepek, bárdudvarnokon összejön az üveg szakva, mert ott van egy huta, és ott az a lényeg, hogy nem, hogy egyformát alkotni, mivel mindenki üveges, mindenki valami mást akar csinálni, ami a másiktól eltérő. De így van ez a Zománccal is, ugye Kecskeméten, másutt Zománc művésztelepek, ahol azonos szakmabeli emberek dolgoznak, hogy tulajdonképpen mindenki egy picit el akar térni a másoktól, a korábbiaktól, de hát azt hiszem, hogy ez így van a Szepesi Béla féle nyíregyházi fametsző teleppel is, ami egy fantasztikusan jó új kezdeményezés. Tehát a lényeg az, hogy a festőtelepek jellemzően mások az elmúlt 50-60 év magyar kultúrtörténetében, mert tulajdonképpen, és ez most egy döntő kategória, ezeknél a telepeknél döntővé válik a génius loci, a hely szelleme, atmoszférája, bukéja, látványa, és ennek a megörökítése, és itt tulajdonképpen a művész hosszú ideig egy bizonyos azonos művészeti nyelvet, vagy egymáshoz közel álló művészeti nyelvet képviseltek, képviselnek, és ennek az egyensúlya és eredményei rendkívül érdekes művészettörténeti következtetésekre is adnak lehetőséget. És akkor tulajdonképpen elérkeztem Böszörménybe, Böszörményhez, ahol hát nyilvánvaló, hogy ez egy óriási érték, hogy itt a két világháború között már milyen szellemi művészi mozgások voltak, ami
egyáltalán nem jellemző a művésztelepek többségére, és én most csak felvillantom, semmiképpen nem akarok bele bonyolódni a Baromisza Tibor, Káplár Miklós, vagy éppen a Magi Zoltán által kezdeményezett folyamatokra, de amiről hallottunk ugye a 60-as évek elején, ez a közös eszmény képviselete, így foglalnám össze, és talán nem egyszer mondom ezt a közös eszmény kifejezést, ami évtizedeken át végig évelt Böszörményen. Ugye kezdődött, hogy amatőrök is jöttek, a hivatásosok, jöhettek a határon túli magyarok, majd jöhettek a külföldiek. Idővel egy igen változatos, és ez szintén egy fontos mondatnak szánom, lehet, hogy a következő egy évben le is írhatom, hogy a tradíciókat tisztelő, de a korszellemet nem ignoráló, tehát nem semmisé tevő művészeti műhely született, amely tulajdonképpen nagyon-nagyon jelentős, és amit én nagyon izgalmasnak tartok, bizonyos szempontból ingoványos ez a megállapítás, és elsőbben irodalomra használjuk, hogy azért a népies urbánus karakterben ez a böszörményi telep egy bizonyos értelemben egy népies vonalat képvisel. Ezt a képzőművészetben ritkán használjuk ezeket a terminus technikusokat, de azt hiszem, hogy mindenki tudja, hogy mire gondolok. És hát az évtizedek során rendkívül fontos, amiről alpolgármester úr is beszélt, a közösség teremtés és a közönség nevelés. A megnyitót követően az 59. hajdúsági nemzetközi művésztelepen résztvevők vették át emléklapjaikat. A kiállításon az elmúlt évekhez hasonlóan az idei évben is átadták az alapítvány kuratóriumának nívódíjait. Az idei évben Földessy Péter festőművész, Anasztázia Dvokvina romániai tűzzomác művész és Csolján Melitta festőművész vehették át. Az 59. hajdúsági nemzetközi művésztelepen a Káplár Miklós díjat Stefan Glant németországi festőművész érdemelte ki. A díj azért is különleges, mert a hagyományoknak megfelelően a kitüntetett művésztálatával nyitják majd meg a következő évi művésztelepet. Hát meglepődve. Meglepődve, mert nem tudhattam. Nem tudhattam is. Még az izgalom hatás alatt vagyok, ez a jó stressz. Úgyhogy jól esik, és nagy megtiszteltetés. Ez egy fajta bizalom, amit nekem adtak, és hát meg szeretném azt szolgálni. Ugyebár most itt voltak az elmúlt két hétben a művésztelepen, hogyan is értékelni az elmúlt két hetet? Hát én már öreg fiú vagyok, a tavaly is voltam. Életemben először Hajdúböszörményben, és meglepett, nem voltam ilyen közösségben soha. Én nem vagyok régen Magyarországon is. Ez furcsa, befogadtak szakmailag, minden rendben, hogyha az idén pedig, hát már olyan nagy fiúnak éreztem magam, hogy lezserebből fogtam fel a dolgokat, nem görcsöltem be, úgy mondják, tehát ez, és talán ez kis kihatott arra, amit csináltam. És nagyon szép közösség, egy harmonikus, úgy, ahogy már elmondták többen, hogy szakmailag sok beszélgetés, minden, sok viccelés, kitűnő keretprogramok voltak, minden. Úgyhogy nagyon jól éreztem magam, és most már szeretem Böszörményt. Azért én azt gondolom, hogy itt a két hét alatt nagyon sok kapcsolatra lehet szert tenni, illetve rengeteg tapasztalatot meg lehet osztani. Hogyan fogja ön átadni a tapasztalatait, illetve a tudását az elkövetkezendőekben? Hát igyekszem először is, hogy igazuk legyen, hogy megbíztak bennem, tehát jövőre egy egyéni kiállítással jövök ide, ugye ez így van a rend, és ismét részt veszek a telepen. Valóban nagyon sok dolog történt, és én annak a híve vagyok, hogy én mindig tanulok. Mindig. A mi munkánk akkor fejeződik, amikor letesszük az ecsetet. Tehát ez egy mindig kihívás, amíg élünk, amíg a Jóisten adja. A záró kiállítás végén Sánta Antal kért szót, aki az elmúlt évekhez hasonlóan az idei évben is átadta a Hajdúböszörmény a Festők Városa emlékplakettet. Az elismerést az idei évben Rácz Imre festőművész, a Hajdúböszörmény Nemzetközi Művésztelep művészeti vezetője vette át. A tárlatot augusztus 5-ig tekinthetik meg az érdeklődők.